Szóval, Lacikám, én azt gondolom, és hát gondolom a nézők is azt gondolják, hogy az igazi egyéniségekről készülhet paródia, és az igazi egyéniségeket lehet kifigurázni természetesen pozitív értelemben. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, Fekete László következik. Lacikám, én még mindig hatásalat vagyok a látványodnak, mert úgy érzem magad, mint akit péklapáttal vágtak tarkón. Megmondom őszintén, Lacikám, szerintem ez egy nagyon ízetlen tréfa. Te is jó nagy darab vagy, de hát azért lássuk be, hogy én vagyok az igazi Fekete László. Álljál már föl, ha ne haragudjál. Lacikám, most, ha ezt utánam csinálod, ne bugyborékoljál itt nekem. Ha ezt utánam csinálod, akkor esküszöm, hogy én leugyozom a lábszárom. Figyelj! Lacika! Hát beleülök, de mi a szart akarsz ma? Lacika! Nem számítottam, megmondom őszintén, de az biztos, hogy szkannerban már nem nyomsz le a kurva életbe. Lacikám, megmondom őszintén, hogy én nagyon örülök neked. A közönség most már nem fog elaludni, mert kapott két feketét. És még utoljára akkor, ha akarsz, szkanderozzunk. Te vagy az igazi, hát azt hittem, hogy csak úgy itt vannak az izmaid, aztán leeresztesz, mint a gumimatrac, Lacikám, szkanderozzunk-e? Reagálj már valamit. Nem. Mint aki péklapáttal vágtok tarkón, gyere, Lacikám, szkanderozzunk. Nem. Nem akarsz? Nem, hát ilyen felsőtelen arra, ugye. Lacikám, akkor én megköszönöm, szevasz, mennem kell tovább Pécsre. Köszönöm. Fekete László! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Adjunk meg itt most ma! Köszönjük szépen, Fekete László! Nagyon-nagyon köszönjük Önöknek, hogy ma este is velünk voltak! Tényleg tartsák meg szodámra is ezen jó szokásukat! Nagyon szépen köszönjük mai vendégeinknek, Fekete Lászlónak, műsorvezetőtársamnak, aki egyben Vágó István, Marott Vikinek és a Nova Kultúrzenekarnak, és hát persze Önöknek, hogy ma is együtt lehetünk. Köszönjük szépen, két hét múlva találkozunk.